Köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel. Önök a Számok és a Valóság című műsort látják, én Kállai Zsuzsanna vagyok. Érdekes lesz a mai műsor, úgy gondolom, és hát a kedves kollégák nem sokára feltüntetik a műsor hívható telefonszámát. A műsor interaktív, tehát lehet betelefonálni, várom is a telefonálókat, de addig, amíg a kedves telefonálók megérkeznek, addig azért egy kicsit haladjunk vissza a régebbi korokban. A régi egyiptomi vallásban Aton jelenítette meg és testesítette meg a napistent. Aki nappal ragyog és sugaraival kíséri az életet, az élet kibontakozását. De folytatni fogom, hogy mire is szeretnék ezzel szemben kitérni. Üdvözlöm az első kedves hívót. Köszöntöm Önt. Jó estét kívánok. Magdolna. Üdvözlöm. Na most nagyon-nagyon szeretném, hogyha egy kicsit hangosabban szólna bele a telefon. Jó estét kívánok. Igen, parancsoljon. Magdolna vagyok Veszprémből. Igen. 53. május 16-án születtem. Igen. És elárulná nekem, hogy mivel kapcsolatos a kérdése? Párkapcsolati téren. Értem. Na most. Párkapcsolat. Értem. Magdolna. Halló? Én itt vagyok. Párkapcsolat. Értem, tökéletesen értem Önt. Na most azt szeretném megtudni, hogy párkapcsolatban él, vagy pedig egyedül? Nem, egyedül élek. Jó, akkor már is mondom, Magdolna. Én arra gondolok, hogy azért május 16-ai születésnapnál, tehát tudjuk nagyon jól, hogy érdekes a képlet, mert május 21-től június 20-ig az ikrekről beszélünk. De Ön azért április 21-től és április 20-tól május 20-ig még a bikánál tartunk, tehát azért érdekes az átvetülés, és az van, hogy ebben az időszakában én úgy látom, hogy azért haladunk bele az érzelmi élet évébe, és az érzelmi évnek megfelelően, tehát elképzelhető, hogy egyre jobban vágyik társra, szeretne társat találni, aminek a lehetősége szerint ennek a kibontakozása május utáni korszakában vélhető. Na most az én meglátásom azért egy kicsit nem könnyű az Ön részére, mert annak ellenére, hogy a Jupiter behatású olyan szolár éve következik, amelyben a párkapcsolat bizonyossága, hát úgymond majdnem, nem majdnem, hanem tendencia szerint kialakítható, de ugyanakkor ez a 16-ai születésnapszám egy kicsit talán, mint hogyha káoszra adna okot. Megkérdezhetem, hogy az idegrendszerével minden rendben van? Szeretnék mondani egy születési dátumot, egy úriemberét. Értem. Hát akkor csak eltértünk a tártól. Mondja az úriember születési képletét. Tehát egyedül éli az életét, nincsen társa, de azért csak ki van szemelve valaki. Ehogy ez már lenni szokott. 1962. Igen. Május 4. Május 4-e. Asszonyom, megkérdezhetem én Önt? Mondja Önök, együtt élnek, vagy nem? Nem élünk együtt. Hát akkor pedig az én meglátásom a következő. Nézze,
közös a sorsa ezzel az úriemberrel, benne van az életében ez az úriember. Igaz, hogy van korkülönbség, de hát annyira nem vészes. Nem könnyű fényszögállásaik vannak, és nézze, hogyha komolyan vesszük a kérdést, és komolyan állunk az egész problémához, akkor ez egy csevelet-csenékület kapcsolat, ami nem egy könnyű. Tele van, hogy mondjam, a közös sors ellenére, ellentmondásokkal. Nagyon sok a hasonlóság önökben, csak annyi a probléma, hogy ennek az úriembernek egy kicsit talán úgy a természete különbségre ad okot. Tehát egy kicsit elvonulóbb, egy kicsit olyan magának valóbb, mint amilyent ön el tudna maga mellé képzelni. De ugyanakkor nézze, hogyha ön úgy szeretné, és hogyha ténylegesen kitart mellette, akkor én annak semmi akadályát nem látnám, hogy ez a következő időszakban valamilyen szinten elkomolyodjon. Rendben van? Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen, és sok sikert a kapcsolathoz. Haladjunk tovább. Még meg is fulladok itt műsor közben. Kérem szépen, ugye avval kezdtem a műsort, hogy Aton testesítette meg a napistent, ugye aki nappal ragyog, és sugaraival az égbolton tündöklő fényt, és magában az élet kibontakozását jelentette a tudatos úton. De az egyiptomiak épp ilyen fontosnak tartották annak idején az éjszakát, a sötétség idejét. A misztikumok idejét, és amikor Thoth a holdisten, én például imádom a holdat, világította meg az alsóbb és a sűrűbb élet titkát, azaz a tudatalattiba vezető utat. Na most itt tudni kell, hogy az egyiptomiak ebben is ugye hát ugye a tudatalattival kapcsolatos utat akarták kiemelni, és ez nem más. Tessék, itt vagyok. Jó napot kívánok, jó estét kívánok. Ön van a vonalban. És már is itt a következő terdes telefonáló. Halló? Ön van a vonalban. Halló? Halló? Én itt vagyok. Hányiné vagyok. Igen, igen, igen. Igen. 47. Halló? Én itt vagyok. Ön van a vonalban. Műsorban van. Halló, én itt vagyok. Igen. Eta vagyok. Igen. 43.06.01-én születtem. Június 1. És kíváncsi lennék a betegségemmel kapcsolatban, és a családommal kapcsolatban. Hát kérem szépen, ez egy elég tág fogalom, ezt nem lehet pár percbe felvezetni, de azért még hozzátenném, hogy ön van a vonalban, Etával beszélek, aki 1943. június 1-én született, ha igaz. Na most kérem szépen, itt az van, Eta hogy... vagyok. Itt vagyok. Én is itt vagyok, tehát... Én azt szerettem volna itt még felvezetni ebben, hogy azért az egyiptomiak a tudatalattihoz, tudatalattival kapcsolatosan az álomszférára gondoltak. Tehát amikor alszunk, akkor a tudatalattinkkal való kapcsolattartás egyre közelebbé válik, és sőt, még nagyon sok mindenről szól is az álmunk. De ezt majd egy kicsit később. Kérem szépen, megkérdezhetném önt, hogy magas vérnyomással és keringési betegséggel hogy áll? Igen, most jön vissza nekem az ön hangja. Igen. Most nagyon jó. Én is hallom, mert közben tévét is nézek, és le is halkítom. Annak nagyon örülök. A vérnyomásommal mindig probléma van, de azon kívül van más egyéb bajom is. Kérem szépen,
előző életből áthozott negatív helyzet, amelyben mutatkozik a Szaturnusznak az állása, tehát az valamelyik előző életéből ön egy olyan szomatikus problémát hozott, ami az életében és a sorsában visszaköszönő, sajnos karmikus megpróbáltatásokat mutatják. Na most a léleknek, tehát magának a lelkünknek, hát nagyon sokan vagyunk így, és mennyi ember a világon, van, aki nem. Hordoz olyanféle lenyomatot, amely visszaköszön, tehát valamilyen szinten az előző életnek a negatívumjait mutatja. Na most ezzel én azt szeretném kifejezni, hogy mindegyikünknek vannak előző életbeli, tehát inkarnálódunk, és hát a reinkarnációval kapcsolatosan, mert annak a reinkarnáció felfogása nélkül nem lehet, hogy mondjam, az életet analizálni, mert ez lehetetlen lenne. Ugye a szüntelen körforgás. A másik pedig az is, ezt már ugye az egyházak is kezdik elfogadni, itt kiemelem. Kérem szépen, a következő a helyzet. Áthozott az előző életéből egy nagy zsákkal annyi problémát és annyi negatívumot, ami a sorsában sorszerűen mutatkozik. Na most ebben a sorszerűségben ön ehhez elég pörgősen és elég jól áll hozzá, csak van, amikor a tempót nem tudja tartani. A saját maga habitusával kapcsolatosan. Kérem szépen, most egy eléggé pörgős időszaka jön. De ez a pörgős időszak egy évvel ezelőtt és egy másfél évvel ezelőtt egy eléggé, hogy mondjam, állóvizet mutatott. És a problémák ebben az állóvízben szinte megmaradtak és stagnáltak. Na most jön a megoldás ideje, csak ezt a megoldást, hogy mondjam, tehát lelkileg feldolgozni, sorszerűleg átélni nem egy könnyű feladat. Egyedül talán nem is olyan nehéz véghez vinni. Nézze, tágcsalád, szűk család esetében általában hajlamos az elhamarkodottságra, általában jól gondolkodik, de nem mindig van igaza. Már nem az ön szemszögéből, hanem ez teljesen ugye a családnak a kivetülése, úgyhogy ebből adódnak a problémák, ahogy én látom. Még egyet szeretnék megkérdezni. Igen. Ez egy furcsa dolog. Történt valami vasárnap óta valami rossz, igen, és arra lettem volna kíváncsi, hogy ez benne van-e a lapokba. Drága, ez a lap, amire ön gondol, ez az életének a lapja. Csak éppen számokká van, és ugye hát a tengelyek, amelyek egy kördiagramos horoszkópban megmutatkoznak, számokká vannak átirányítva. Na most lunárisan lebontani a ciklust nem könnyű. De nem csodálom, mert június még nincs itt. Beesik a születési időszak, és június előtt tehát önnek még azért egy olyan korszaka van, amelyben bármilyen negatívum megtörténhet. Nézze, hogyha nem publikus, akkor ha úgy érzi, ne beszéljen róla. De júniusig ennek a problémának azért van még kimenetele. De igen, meg szeretném mondani, hogy vasárnap volt meg a volt férjem, akivel jó kapcsolatban voltam mellettem, és a gyerekemmel lakik. Kérem szépen, ebben az évében hát mutatkozik, hogy elveszít valakit, és ennek ellenére tehát nem mindegy, hogy hogyan fogja megélni, és az, hogy hogy fogja magát túltenni rajta lelkileg, ez is már önön múlik. De ebben mit tudok én önnek segíteni? Nem értem. Kérem szépen, látom, de júniusig itt a halálnak a fázisát, tehát tudni, ismerni kellene, hogy mi után mi történik. Na most nézze, ezek olyan témák, amelyekre itt nincs idő. Van rá más megoldás is, de én úgy gondolom, hogy megváltozik az élete teljesen.
lehet de nem még most. Hogy önnel külön tudnák beszélni? Vagy az a telefonszám, ez hívható önnek? Nem, ez a műsoromnak a hívható telefonszáma. Na most, ha visszakapcsolnak a szerkesztőségbe, akkor a kollégák az információt meg fogják mondani, hogy hogy és mit. Saját telefonját szeretném, igen, hogy beszélgessünk egy kicsit. Igen, akkor megkérem, hogy kapcsoljanak vissza, vonalba maradok. És köszönöm szépen, minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És részvétem, hát sajnos, hogy az életben vannak negatív dolgok is. De térjünk vissza az egyiptomi tudományokra, én így szoktam nevezni, mert a régi egyiptomiak ugye tudták, hogy csak ezen az úton lehet megtalálni azt a forrást, amelyből az élet vize fakad. Miről is beszélünk? Hát az álmainkról. Na de az álmaink mihez kötnek minket? Hát kérem szépen az előző életeinkhez. Tudni kell, hogy az álom, a régiek az álmokat és magában az alvás fázisait úgy nevezték, hogy kis halál. Na most az van, hogy mennyivel szorosabb kapcsolatban álltak még az emberek azokban az elmúlt időkben az élet ciklikus lélegzetével, mint most, és hány vallásritus üdvözölte tudatosan hajnalonként ugye a fény útját. És a fény újbóli megjelenését, mindaddig kísérve a fény útját, míg a napsugarai ismét vissza nem vonultak a látó határ mögé. És akkor ugye hát, ahogy a hold jött elő, az általában mindig egy új, tehát egy másfajta időszakot adott az embereknek. Bevallom őszintén, hogy nekem is, és mindenki másnak is, csak én máshogy élem meg. Üdvözlöm, aki a vonalban van. Köszöntöm Önöt. Ön van a vonalban. Én itt vagyok. Halló, jó estét kívánok. Üdvözlöm. Halló. Köszöntöm Önt. Tetszik hallani? Tökéletesen. Velem beszél, én bátran beszéljen, itt vagyok. Én mondom a születési dátumomat. Igen. 1948. Igen. Másodikó 17. Tehát február 17-e. Hogy szólíthatom Önt? Másodikó 17. Tuti, oké. Okay. Keresztnevét? Igen, február 17-e. Ez eddig igen. Rendben van. Én szeretném megkérdezni Öntől, hogy most, hogy a közeljövőben valami az életemmel kapcsolatban valami jobb kilátás, valami jobb dolog történik-e, mert igen rossz időszakokon vagyok túl. Most már. Hát nem is csodálkozom rajta. Mi a keresztneve Önnek? Hogy hívják? Úgy látszik, hogy erre nem válaszol. Marika vagyok. Tessék, nem értettem. Mária vagyok. Mária, oké. Okay. Marika, a helyzet a következő. Tessék engem figyelni, remélem nem csúszik el a hangom, próbálom gyorsan mondani. Kérem szépen, tele van negatívummal, csalódással az egész élete. Kettő Szaturnusz behatása van, ami az élet nem egy habos oldalát mutatja. Nagyon sokat szenvedett, nagyon sok negatívumon ment keresztül, nagyon sok problémát mutat az élet magánéletben, párkapcsolatban. És a sorsában felelhető Uránusznak a behatása azért mutatja, hogy váratlanul törtek ezek a problémák körre, és hosszú ideig tartottak. Tehát az életében felelhető szakaszok elég hosszú intervallumot mutatnak. Kérem szépen, nem tudom, hogy párkapcsolatban él-e. Párkapcsolatban él? Nem hiszem. Nem, özvegy vagyok. Gondoltam. Nem, egyedül vagyok. Nem hiszem. Na most kérem szépen, az meg van, hogy nézze, hajlamos az egyedüljárása. Hajlamos arra, hogy eléggé nehezen élje meg az életét, de én nagyon szépen kérem Önt, hogy ebben az időszakában
társra vágyik. Egyedül van. Függetlenül attól, hogy hány éves és mikor született, gyereke sincs, ahogy látom. Ha nem tévedek. De van gyerekem. Igen. Két gyerekem van. Akkor nem tudom, hogy... Az egyik gyerekemmel abszolút semmilyen viszonyom nincs, tehát nem tartom vele a kapcsolatot. Igen, igen. És... Ne haragudjon, asszonyom, de tehát régóta tartó... A másik gyerekemmel ővele tartom, tehát ővele viszont nagyon-nagyon sok problémám van. Értem. Azért éreztem az ürességet, mintha nem is lennének. Kérem szépen, ne haragudjon rám, de nagyon negatív periódus után van. Két évvel ezelőtt még rosszabb volt a helyzet. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt koncentrálódott a helyzet negatívumokká még jobban. Most még mindig nem tudott belőle kijönni. Nem tudom, hogy 2 évvel ezelőtt miért nem tudott ebből az egészből kijönni, és miért alakult ki 3-4 évvel ezelőtt ez a történet. Vagy talán menjünk még lejjebb, mert meg lehet tenni. Kérem szépen, ne haragudjon, hogy ezt mondom, de itt van. Itt állunk egy Vénusz behatású időszak előtt. Nem itt kéne, nem itt kellene, hogy hát tartson. A férjem halálával kezdődött. Igen. Ami történt, mindjárt meg is mondom, hogy mikor. Kérem szépen, remélem, hogy nem tévedek olyan hű, de nagyon nagyot. Egy olyan 4-5-6 évvel ezelőtt. Utána... Egy 4-5-6 évvel ezelőtt. Na most utána, kérem szépen, ön nem tudott ebből az egészből kijönni. Egyre jobban csúszott. Lefele vitte a lavina. Éppen alig, hogy meghalt a férje, utána a gyerekeivel megszakadt a kapcsolat, utána pedig szépen egyre lejjebb. Koncentrálódott a negatív kör, bezárult, és még mindig itt van. Nézze! Nem könnyű téma. Ki lehet belőle jönni. Itt a változásnak a korszaka, sőt, ennek a változásnak bocsánat, már nem fiam, most kellett volna bekövetkezni. Kapcsolat. Bocsánat. Önnal az történt, hogy sajnos ő megbetegedett, nagyon súlyos betegségbe esett bele, és igen. A felesége a közben hagyta el, amikor ő ilyen súlyos beteg lett. És most a fiamnak minden, tehát a betegséget mi ketten vittük végig. Tehát én vagyok csak a fiam mellett. Értem. És megkérdezhetném, hogy milyen betegsége van a gyerekének? Hát daganatos beteg volt. Hál' Istennek abból felgyógyult, és még ráadásul van neki egy depressziós betegsége. Mondja a fiának a születési képletét? Mondja és a fia édesapja halálával kezdődött tulajdonképpen. Mondja a fiának a születési képletét. 1976, második volt, 3. Hála a jó Istennek. Ki fog belőle jönni? 1976, második volt, 3. Értettem. Ki fog belőle jönni, meg fog gyógyulni. Meg fog gyógyulni belőle. De arra kérem, hogy ha... Most a fiam, vagy én, vagy melyikünk? Drága, a fia kijön a betegségéből. De most, ha ön omlik össze, akkor, ne, akkor egy bábeltornya omlik össze. Úgyhogy most én arra kérném önt, hogyha lehetne, mert vannak ennek a dolognak nem publikus részei is, mindenre van lehetőség, nézze meg a műsoromat. Igen, teljesen rám támaszkodik, tehát... Minden, teljesen. És nekem ez már nagyon-nagyon nagy teher. Na de drága, most ebben a korszakában már 2 évvel nem ezelőtt... Nem lakunk együtt, csak közel lakunk egymáshoz. Értem, de máshogy kell ehhez hozzáállni mentálisan. Itt nem azzal van a probléma, hogy most ön ezt távol lakunk, vagy közel lakunk, hanem itt más problémák vannak, amit meg kellene oldani. Úgyhogy elnézést kérek, de eddig tartott a műsorom. Mindenre van lehetőség, nézze végig a műsoromat, és akkor bármilyen gondja van, állok rendelkezésére, és köszönöm szépen, hogy felhívott. Folytatjuk, kérem szépen, jövő héten ugyanilyenkor. Élni fogok vele. És
Annyit mondok igen, még önöknek, hogy köszönöm. Minden egyes reggel egy új szoláris üzenetet küld az életnek, mert az élet forog, és megvilágítja azokat a gondolatokat, amelyekkel a lunális sötétségben találkozunk. De viszont erre is szükség van, mert viszont innen nyerjük az erőt, mármint az álmok világából. A jövő héten erről lesz szó. Addig is tartsanak velem továbbra is, és köszönöm, hogy velem töltötték ezt az időt. Minden jót kívánok!